A Csutora temetőben kísérték utolsó útjára kedden F. Petres Évát, a Szent István Király Múzeum egykori igazgató helyettesét. A város nevében Lerner Zsolt alpolgármester búcsúztatta a legendás szakembert, aki szívvel, lélekkel dolgozott kulturális értékeink megőrzéséért, azok minél szélesebb körben történő megismertetéséért. A Szent István Király Múzeum nevében Pokrovenszky Krisztián főigazgató emlékezett F. Petres Évára. A régészként, múzeológusként, könyvtárosként maradandót alkotott szakember kutatási területe az őskoron belül a vaskor és a bronzkor volt. Nevéhez fűződik a pákozdi kelta szentély feltárása. Férjével, dr. Fritz Jenővel 1950-ben friss diplomásként érkezett városunkba, hogy évtizedek kemény és tudatos munkájával megalapozzák, valamint működtessék Fehérvár megye múzeumát, a Szent István Király Múzeumot. F. Petres Éva szakmai kitüntetések mellett az Alba Régia emlékérem birtokosa is volt. Székesfehérvár szellemi értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként pedig Székesfehérvár díszpolgára díjat vehetett át 2013-ban, valamint Fehérvár megye díszpolgára címmel is elismerték munkásságát. Emlékét megőrizzük.